Ó, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Hazafele megyünk, ez már vezetős vlog lesz, aztán majd beszélek addig, ameddig gondolom, és akkor ezt így vágatlanul azonnal tolom is föl. Majd a YouTube-ra azt mondja, hogy na. Oké. Tehát Békés Sámsorról megyünk Békésre vissza. A vonalbejárás eredményes volt, az Alföldi első gazdasági vasútnak ezt a szakaszát jártam be Békés Csabától idáig. Tehát... 800 méter múlva. Oké, bekapcsoltam a vazét is, hogy innen már navigáljon. De most már nem a térképet kell nézem állandóan, hogy merre ment a kisvasút. Egyébként a kisvasút itt ment mellettünk jobb oldalt. Hanem akkor most már hazamegyek arra, amerre küld. Tehát most már azért rábízom magam a vazére, hogy majd mondjam, most nem a kisvasutat fogom követni, hanem hogyha rövidebb út van, akkor menjen azon. Aztán vagy Koszapel fele visz, vagy Orosháza fele, hát az már majd eldönti, hogy merre akar vinni. És na, te mondom, egyébként itt jobb oldalt ment a kisvasút. Fordulj jobbra, akkor viszont követjük a kisvasutat, mert itt egy ilyen nagy évbe fordulva Békés Sámsorra, és itt volt a végállomása. És itt már a túloldalt ment. Itt pár kilométerenként volt egy ilyen, egy-két ilyen táblás megállóhelye, ilyen úgymond anyasi megállók, és közben mondjuk egyre jobban esik az eső. Jó, más nem jön, akkor menjünk. És Tóth Kornósnál keresztezte szintben a nagyvasutat. De hát majd, hogyha a videó elkészül róla, akkor fogjátok látni. Mert ezeket a részeket fölvettem. Most meg már ide jobban rázendített az eső. És pont most vadult be, mikor végeztem. Bár most már megint, mint a csillagodott volna. Ez a hol kicsit szemelkélt, aztán kicsit jobban rázendített. Volt, amikor el is állt. Úgyhogy... Innen is üdvözlöm az időképet, ahol azt írták, hogy maximum szemelkélő esőre lehet számítani. Hát, volt nem szemelkélő eső is, de végül is sikerült felvenni mindent, videózni is. Koszapelen is, aki a vasúti múzeumot megnéztem, már sajnos csak kívülről, belülről nem tudtam, mert ugye van egy telefonszám kirakva az ajtó mellé, hogy azt kell fölhívni, és akkor valaki odajön a kulcsal és kinyitja. Hát én hívtam azt a telefonszámot, de nyilván hétvégén nincs bent senki és nem veszik föl. De legközelebb arra járok, már hátra nagyobb szerencsém lesz. Még csak délután éltem oda, tehát lehet, hogy még délelőtt volt ott valaki, valami szombat van. Lehet, hogy hát hétköznap kéne menni, csak akkor meg én általában nem érek rá, akkor lehet, hogy több szerencsém lenne. Na, de mindegy. Egyszer talán majd sikerül azt megnézni. Én rajta leszek. Igen, egyébként a domaszéki is, hogy ha időbe szólsz, akkor kinyitják neked és megnézheted. A ablakon keresztül belestem, láttam, hogy vannak fényképek és meg egy-két régebbi tárgy is van a kisvasútról. És hát láttam az AKGV logót is kint, tehát valószínűleg azért ők is közreműködtek benne. És hát, hogy a Szabadkígyóson is megvan az állomás épület Újkígyóson is. Csaba Szabadiba még a lakókkal is találkoztam, ugye azt lakják, és egy-két infót ők is tudtak mondani arról, hogy milyen helyzet az épülettel, meg hogy mi merre, meg hogy hol volt a mérnökház. A családapácán már előtte csak a mérnökház maradt meg, az állomás épületet lebontották. Tóth Kornóson sincs már meg. Viszont ott is sikerült kinyomozni, hogy hol volt az egykori állomás. Ugye bent a városban, és ráadásul a fő utcán ment keresztül a kisvasút, úgyhogy ott még a nyomvonalon se lehetett van az, hogy nagyon rossz, hogy nyomvonalommal meg messze van a falutól, és akkor ezért nem használják meg. Hát ez a kisvasút, ez kihasznált volt mindig is. Teherforgalom is bőven volt rajta, személyforgalom is volt, tehát ezt... Igazából ugye fejlesztették volna megszületés, hogy szerintem még ma is működne, hogy működhetne. Akkor a közlekedés politikai koncepció úgy döntött, hogy a keskeny utánosan a gazdasági vasútnak annak az, amit azt minél többet föl kell számolni, hát föl is számoltam. Aztán azért
Ugye voltak ennek mindenféle okai, nem feltétlenül csak azt, hogy, hogy nem volt gazdaságos, mert még normál nyomtában is sok vasútat felszámoltak, ami egyébként abszolút nem volt gazdaságtalan, meg mindig is kihasznált volt, és mai napig érződik a hiányok. Ilyen hálózat terén is, meg hát tudás terén is, és akkor meg pláne, mert busszal nem tudták kiváltani. Mondjuk még valószínűleg ezt a szakaszát, ezt egyébként ki lehetett, tehát így igazából akkoriban mindegy volt, hogy busz megy vagy vonat, mert nagyjából ugyanazt tudta nyújtani mind a kettő. Ezen a Kaszaper-Békés-Sánsó szakaszon ez szerintem egyértelműen igaz. Egyébként lesz majd kérdez felelek videó is egyszer, csak egyszerűen idő nincs rá, a témákat már szedegetem össze, de idő az nincs rá. Aztán jövő héten meg ugye lesz a Csíksomjói Zirtotúra, tehát akkor meg aztán pláne nem lesz. Meg akkor ott fogok filmezni, és utána még azt a rengeteg anyagot, amit remélhetőleg ott is fel tudok venni, azt még akkor meg kell vágni. Meg azzal is dolgozni kell, plusz még majd ezzel a túrában is majd dolgozni kell, mert most is azért filmeztem, és még egyébként két kamerával filmeztem, úgyhogy azt összeszedni. Fényképek is rengeteg kérdőkkel készültek. Én még elmentem Mezőkovácsházára is, ott is megtaláltam a kisvasútnak a végállomását. Úgyhogy nagyjából itt tartunk most. És rádió szempontjából már ugye lementem a térképről, mert ilyen talán a Petőfi az már jön, tehát legalább az a retrót azt még mindig nem lehet befogni. Meg most már csak a rádiót se. Úgyhogy majd mindjárt, hogyha befejezem itt a dumálást, akkor keresek egy rádiót, amit tudok hallgatni hazafele. Aztán meg megyek haza, mert otthon meg már vár a rántott csirke, meg az uborka saláta. Lenne haza is érni. De hát innen már csak hazafele megyünk. És mindjárt beérünk Tóth-Kongósra. És egyébként még mindig követjük a kisvasutat, itt bal oldalt volt. És nagyjából az 1-es kilométer környék mosolytuk el a 3-asat egyébként. Ott lesz a nagyvasút. Lehet, hogy még azért egy vízét azt ki tudunk fogni, de hogyha éppen nem jön, nem fogom most megvárni. Meg most meg a telefonon sem nézem meg, hogy nem baj mostanában, mert most egy pótkocsis vagy egy szóló bézért most nem érdemes várni a kb. 10 percet se. Mert az úgy is rengeteget ezért fotóztam, meg videóztam már, meg hát ugye ezerszer jár errefele, meg másfele is, nem, az bármikor tudok bézét filmezni. Akkor még Pesten is elég a Vácig elmegyek, hogyha nézét akarok filmezni, és esetleg utazni egy gettőzében az se gyarmati. Mert talán az a legközelebbi vonal, ahol nézézni lehet. Vagy ott van Aszót, mert például Aszót és Balassa gyarmat között, tehát még Vácig se kell feltétlenül elmenni. Vagy Székesfehérvár. A másik OBZ-vel találkoztat, hogy az egyes vonalon indulok el a kopotra. Hát most az nem én vagyok, aki oda van annyira a OBZ-kér, hogy folyamatosan. Hát igazából nincs vele különösebb bajom se, tehát... Pár szót azt tanulni. Na mi van, trafipaxon? Hát nem tudom most megnézni, mert... Ilyen másik tüzét akvan csak nem hoztam, és ami van, azt elfoglalja azért az esélykamerának. Tehát most a telefont azt nem tudom kitenni a szívetvédőre, megnézni, mert nem tudom vezetés közben, hogy mi a baj. Ja, nem, hogy a vasúti átkelő miatt szólt, biztos. 800 méter múlva, fordulj balra. Igenis. És itt bal oldal az volt, ahol szintben kereszteszte a kisvasút, a nagyvasutat. Az alakjelző az megállít mutat. És itt ment a bal oldalt a kisvasút. Hát így lehet, hogy az autót azt nem ma kell lemosni. Mert azt mondtam, vagy ezt megígértem, hogy elviszem lemosni a kocsit, hogyha már elvittem.
De hát most ugye, most hogyha így szakad az eső Békésen, és akkor nem érdemes lemosni. Egyébként tényleg ráfér, mert némi kosztasz most is felszedett, bár igazából betonúton mentem szinte végig, nem nagyon mentem le földútra. Mert nem kellett földútra menni. Mert majdnem mindig a közút mellett ment a kisvasút. Úgyhogy ezt megúsztam. De ennek ellenére azért némi koszt összeszedett most is. Úgyhogy amúgy is ne kéne esni. Mert most legalább meg volt járatva, mert ugye mostanában nem nagyon van használva. Ugye a home office az azt teszi otthon is, hogy a város határ nem nagyon hagyja el. Úgyhogy most legalább meg lesz futtató. Nem nagyon válogatunk, azt hallgatjuk, amit éppen lehet fogni. Ja, és itt volt balda azért a Tótkombósi kisvasúti állomás. Még igazából az csak egy kitérő lehetett, mert csak két vágány volt. De itt volt a templom mellett. Akkor most visszajöttünk Tótkombósra, 9 kilométert aztán fel, akkor csak erre hoz vissza, akkor rövidebb út nincsen. De se baj, megyünk erre. Egyébként a Széchenyi utcán vagyunk, hogyha valakit esetleg érdekel. Igazából nem sietünk sehova, betartjuk az 50-et. És mindjárt ki is érünk. És egyébként itt mellettünk ment a kisvasút. Ott a kerékpárút helyén, speciál. Már valahol itt átjött a másik oldalra, mert aztán Kaszapertől úgy indult el, hogy a másik oldalt, azt hiszem, bár most ebben nem vagyok hirtelen biztos, mert pedig azért nézegettem a térképet, nem csak ma, hanem úgy egész héten nagyjából, mikor már tudtam, hogy el ne fogok jönni. Azért itt nézegettem, hogy hol merre, meg a fentről.hu-n a légifotókat is, amikor még azért ugye nem túl jó felbontásúak a fotóak, de sokszor ki lehet venni a kisvasúti vágányt az út mellett. Az út elég széles, van a változó út, és akkor úgy azért sok helyen látszik meg, mert hogyha kicsit jobb minőségű a felvétel, akkor már itt van, akkor az látszik, hogy ez tényleg az sí. Úgyhogy szépen haladunk, akkor visszamegyünk Kaszapelre. Hát aztán Kaszapeltől nem biztos, hogy pont azon az úton fog utáni, mert ugye a Csanádapálcába be lehet menni másik irányból is. De lehet, hogy Kaszapel Csanádapálca az most is lesz. Aztán ugye új kígyós, szabad kígyós, mert én mondjuk úgy jönnék. Aztán lehet, hogy a Bazeki talál valami mást. De mindegy, most hallgatok rá. Kaland az élet, hallgatok, akkor azért előbb-utóbb csak visszajutok Békésre. Maximum hidegen fogom menni a rántott csirkét, az úgyis finom. Most már, hogyha most kigyűjtöttem volna előre a kérdéseket, amiket már föltettetek, és lenne itt valaki, aki felolvasgatja, vagy mondjuk élőben nyomnám, csak ugye a telefonnak a tartóját azt most nem hoztam el, pedig most akkor fel tudtam volna csintetni, azt akkor hadd megye addig, ameddig lenne pedig az aksi. És akkor az élőbe menne, és akkor akár még kérdezni is tudok, csak akkor is kéne valaki, aki olvassa fel a kérdéseket. De most például tudnék rájuk válaszolni. De hát így most ez most nem jött össze, majd legközelebb. De pedig most aztán lenne időm rá bőven. Főleg, hogyha rádiót sem tudok hallgatni. Most megint visszavettek kicsit az eső, most éppen csak szemelkél. De az itt is volt zuhé, az azért látszik az úton. Itt is volt zuhé. Még ha nem is akkora.
volt. Ez jó kibaszottan. Hiába ez ilyen vágatlan pofázás lesz. Ameddig meg nem unom. Irányba mennék tovább, ott Adosháza fel, akkor puszta szőrős jönne, és puszta szőrős le is vezetette egykor egy kis vasúti szárnyvonal. De puszta szőrős neve az oddan is beugorhat, hogy ott volt egy gázkitörés 22 évvel ezelőtt, 2000 augusztusában, mikor itt hedeken keresztül hatalmas lárcsóvával égett ott egy módpút, egy ilyen földgáz kitermelő út, és ilyen hetekig tartok, hogy lehet tudták oltani, addig ilyen hatalmas lámcsóvával égett meg kibörgött. Benne volt a hírekben és mindenhol, hát az emlékezetes szalmas féle kurva jó estét Magyarország, és azt a hírt akarta felkonferálni a Vissza a jövőbe kettő film után, hogy Békés megyében gázkitörés történt, még így hallatszik, és mondja, hogy Békés megyében gázkitörésnél, amikor én rájött, hogy adásban van, hát ez kurva jó, azt mondják fél perc után. És hát akkoriban ugye Jó estét Magyarország volt a TV2-nek a hírműsora, azért a késő esti, este meg volt a Tények. És hát ez így onnan nevezték el ezt azért kurva Jó estét Magyarországra. De az arra fele volt, itt egy néhány kilométerein megaszapertő a puszta szőrős, és ott volt a gázkitörés. A Trafipax az nem hívja be így. Az nem hívja fel magára a figyelmet, a civil autóból lejtes, hogy a Trafipax az lakos már. Egyébként én is láttam ide fele. Én meg is álltam előtt, hogy Csaba szabad, én biztos, hogy ült. De ugye ott is volt egy kis vasúti megálló. Nem, ott elkaptak valakit, ez egy sima rendőrautó. Leveszeltek egy autót. Hát az most minket nem érdekel. Jó, hát akkor kimegyünk a másodikon. 32 km békésebb, a 9 sem állt a pálca. Nagyon jó. Sikerült minden irányból lefotózni. Úgyhogy haladunk tovább egyenesen. Békésebb által már csak 10 km békés.